ösztönzik a gyermekvállalást. Eddig 36 ezeren érdeklődtek a csok iránt. Az igénylők egynegyede három vagy több gyermeket nevel, vagy szeretne nevelni. Uzsorások rendőrkézen. A gyanú szerint két férfi és egy nő 80%-os kamatra adott kölcsönt nehéz sorban élőknek Baktalórendházán. Célkeresztben a körbetartozások. Az építőiparban felmerülő elszámolási viták rendezésében nyújt segítséget a teljesítés igazolási szakértői szerv. Eddig 36 ezeren érdeklődtek a csok iránt. Az igénylők egynegyede három vagy több gyermeket nevel, vagy szeretne nevelni. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Erről a család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkár beszélt egy nyíregyházi fórumon. Fűrész Tünde kiemelte, a csok mellett a családtámogatási rendszer, adókedvezmények is arra ösztönözhetik az embereket, hogy vállaljanak gyermeket. Idősödő társadalomban élünk, 10 év alatt a 60 év felettiek száma 12%-kal nőtt. Ez gazdasági nehézségeket is okozhat, ezért fontos, hogy több gyermek szülessen hazánkban, véli a megyei közgyűlés elnöke. Sesszák Oszkár, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei civil információs centrum Fókuszban a családok című rendezvényén kiemelte, a kormány bőkezű családtámogatási rendszerrel segíti az embereket. Nagyon fontos az a adókedvezmény is, ha bár jelképes, amit a fiatal családoknak biztosít az adótörvény, az első három évükben jelentős összegeket lehet leírni az adótból is. Lehet még számos más állami intézkedést sorolni, de hát ezek közül talán leginkább a csok, ami a legtöbb hát energiát szabadította fel remélhetőleg. És hát ez azért fontos különösképpen a megyének, mert sajnálatos módon fogy a népességünk már ennek a megyének, és ugye Magyarországnak ez 20 éve így van. 10.076.000 fő, ennyi volt a népesség száma 2006-ban Magyarországon. A legfrissebb KSH adatok szerint idén már alig több mint 9.800.000-en vagyunk, 2060-ra pedig 8,6 millió lehet a népesség, ezt mutatja a legpozitívabb népesség előre számítás. Erről már a család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkár szólt a nyíregyházi fórumon. Fűrész Tünde kiemelte, ezért is fontos a gyermekvállalás, az azt támogató csok. A összes igénylőnek körülbelül az egynegyede, aki három vagy több gyermeket nevel, vagy három vagy több gyermeket szeretne majd nevelni, úgyhogy ez mindenképpen egy örvendetes tény. És ami még nagyon fontos, hogy úgy látjuk, hogy a házasságkötéseknek is valamennyire ösztönzést adott a csók, hiszen a tavalyi év végén, illetve az idei év első negyedévében is nagyon szépen és jelentősen nő a házasságkötéseknek a száma. A házasságkötések száma az elmúlt években nőtt, ám az évtizedekkel ezelőtti számoktól még jóval elmarad. 1980-ban például több mint 80 ezer házasságkötést, 2010-ben pedig 35,5 ezer házasságkötést regisztráltak. Az elmúlt években azonban nőtt a kedv, tavaly közel 46 ezerszer mondták ki a boldogító igent. Fűrész Tünde a nyíregyházi fórumon hozzátette, a válások száma csökkent. 2010 és 2015 között több mint 13%-kal. Uzsorásokat buktattak le hétfőn Baktalórendházán. A gyanú szerint két férfi és egy nő 80%-os kamatra adott kölcsönt a településen nehéz sorban élőknek. Aki nem tudott fizetni, azt veréssel fenyegették. Nem ez az első eset, hogy uzsorásokat fognak el a megyében. A bűncselekményeket azonban nehéz felderíteni, mert a sértettek nem mernek feljelentést tenni, vagy ha már megtették, félelemből később visszavonják. Rendőrautóval mentek a nyomozók Baktalórendházára hétfőn. A 29 éves nőt azonnal megbilincselték és autóba ültették. Vele együtt 31 éves élettársát és annak apját vitték a főkapitányságra a rendőrök. A gyanú szerint 80%-os kamatra adtak kölcsönt a településen. Adataik szerint a nő és a két férfi Baktalórendházán olyan embereknek adott kölcsön kisebb összegeket, akik amúgy is nehéz körülmények között éltek, havi 80%-os kamatra adtak kölcsön pénzt, aki pedig nem tudott időben fizetni, azoktól életveszélyes fenyegetések terhe mellett követeltek egyre nagyobb összegeket. Baktalórendházán volt, aki hallott az elfogásukról, volt, aki nem, de nem szívesen beszéltek erről a helyiek. Nem. Nem hallottam róla.
És mit szól ehhez a bűncselekményhez? Hát nem tudom. Hát soha nem tudom mondani, meg is érdemli, aki csak kér az ilyentől, hát most na. Ugye szokták mondani, ez nem kötelező. Így történetesen nem tudok, hogy uzsolások voltak, azt tudom, hogy három személyt letartóztattak, de hogy miért nem. Ezeket a szélvédőre! Itt vagyok. Nyissa ki az ajtót! Ezen a felvételen az ózdi rendőrök kapnak el egy férfit, aki a gyanú szerint uzsora kölcsönöket adott. Kiszállították kocsijából, lefektették az aszfaltra, majd megbilincselték. Zsebéből pénzt szedtek ki. A rendőrök minden esetben nagy erőkkel lépnek fel az uzsalások ellen. A gyanúsítottaknak ugyanis lehet fegyverük is. Nem csak az elfogás, a felderítés is nehéz. A sértettek nem mernek feljelentést tenni, vagy ha tesznek, utána sokszor visszavonják, mert félnek az uzsolásoktól és azok családjától. 2011-ben Nyíregyházan a Pláza parkolójában fogtak el két uzsorást a nyomozók. Adat arról azonban nincs a tavalyi rendőrségi évértékelőben, hogy a megyében hány ilyen bűncselekményt derítettek fel. Vádat emelt a Nyíregyházi járási és nyomozó ügyészség az ellen a debreceni vállalkozó ellen, aki tavaly a bújtosi szabadidőcsarnok felújítási munkálatait végezte, és a sportcsarnok egyik falának bontása közben alkalmazottja életét vesztette. Első munkanapján halt meg a 33 éves munkavállaló. A bontás menetét a vádlott két munkavállalójának úgy határozta meg, hogy a vésést a betonkonzol és a fal találkozásánál kezdjék meg, és azt felváltva végezzék, miközben az egyikük egy vésőgéppel vés, a másikuk a betontörmeléket seperje le a magasból. Ez az utasítás a legelemibb szakmai és biztonsági elvárásoknak sem felelt meg, ugyanis emberei a betonfalból kiálló, lebontandó vasbeton szerkezeten dolgoztak úgy, hogy csak egyikőjük volt biztosítva leesés elleni védőeszközzel. Két órai munkavégzést követően a betonkonzol leszakadt a biztosítás nélkül dolgozó férfival együtt, akit a törmelék maga alá temetett, míg társát csak a heveder védte meg a leeséstől. A balesetet szenvedett férfi olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette. A nyíregyházi járási és nyomozóügyészség a vállalkozót egyrendbeli halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés vétségével vádolja. Vele szemben fogházbüntetés kiszabására és az építőiparban végzett irányító tevékenységtől való eltiltásra tett indítványt. Az építőiparban felmerülő elszámolási viták rendezésében nyújt segítséget a teljesítés igazolási szakértői szerv. Célja, hogy csökkenjenek az építőipari körbetartozások, hangzott el a szervezetet bemutató nyíregyházi tájékoztatón. Egy-egy szakértői eljárást a megrendelő, a tervező, a kivitelező, vagy akár az alvállalkozó is kérvényezhet, és valamennyi 60 napon belül le is zárul. A Kereskedelmi és Iparkamara 2009 óta végzi az építőipari vállalkozások regisztrációját, több mint 3000 ilyen céggel van kapcsolatuk Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Ezért is fontos, véli a kamara főtitkára, hogy az érintetteket tájékoztassák az ágazatot érintő jogszabályi változásokról, valamint bemutassák a kamara mellett működő teljesítés igazolási szakértői szervet. Még mindig nagyon sokan nem tudják, hogy mi ennek a szervnek tulajdonképpen a feladata, mi a jelentősége, és szeretnénk erről is egy részletes tájékoztatást adni, hiszen ezzel is szeretnénk segíteni azt, hogy a vállalkozások minél hamarabb a pénzükhöz hozzájussanak, minél jobb kapcsolat alakuljon ki közöttük, és a körbetartozásokat szeretnénk megakadályozni. A teljesítésigazolási szakértői szerv építőipari viták ügyében tud eljárni, szakértői eljárást lehet náluk kezdeményezni, ez nem ingyenes, a kérelemben megjelölt vitatott összeg bruttó 1%-át kell megfizetni, de minimum 60 000 forintot, viszont az eljárás 60 napon belül lezárul, és ezzel már egy gyorsított bírósági eljárás is kezdeményezhető, ha nem sikerül rendezni az építőipari vitát. 2013-ban, amikor ez a szerv alakult, akkor azt mondták, hogy a kintlévőségek vagy lánctartozások mértéke körülbelül 400 milliárd forint. Ez már az elmúlt években azért lényegesen csökkent, legalábbis az EVOSZ felmérései alapján, de azért még mindig több száz milliárd forintról beszélhetünk. Évente több száz építőipari vita alakul ki Magyarországon, az érintettek közül évente 2-300-an fordulnak a szakértői szervhez.
Vízhiány van továbbra is a megyében. Ugyan május végén és június elején nagy esőzések voltak térségünkben is, a talajvízszint az átlagostól 2 méterrel lentebb van. Volt olyan nap, amikor egy óra alatt félhavi csapadék mennyiség, azaz 30 mm eső hullott le. Ezt a felvételt egy nézőnk küldte szerkesztőségünknek, amin az látszik, hogyan hömpölygött a hirtelen lezúduló víz Nyíregyházán, a Szegfő utcán múlt hét pénteken. Ez folyóinkon nem okozott komoly problémát, hiszen ezek a csapadékmennyiségek egy olyan 1-2 méteres vízszintemelkedéseket okoznak folyóinkon, és ez ugye a mi folyóhálózatunkon gond nélkül levonul. A mezőgazdasági területekre inkább mindig a vízhiány jellemző, tehát gyakorlatilag a belvízrendszerünkben és a műtárgyaikon, zsilipeinken folyamatos vízvisszatartásokat végzünk, mert gyakorlatilag a talajvízszintek még mindig jelentősen az átlag alatt vannak. Tehát gyakorlatilag a közel 50%-os telítettség helyett 19-20%-os a jelenlegi telítettség. Nyíregyházának eddig jó oktatási rendszere volt, országos szinten is kiemelkedtek a helyi középiskolák eredményei. Ez azonban megváltozhat 2017-től, amikor megkezdi működését az új Klebersberg központ, hangsúlyozta az MSZP nyíregyházi tájékoztatóján Csabai Lászlóné, a párt megyei alelnöke. Nagy László frakcióvezető szerint a megyei jogú városok polgármestereinek is a felelőssége, hogy nem lesz többé szerepe az önkormányzatoknak a közoktatásban. A 23 városból álló szövetségnek ki kellett volna állnia az iskolák működtetése mellett. A politikus úgy véli, több változtatásra is szükség lenne a magyar oktatási rendszerben. Az iskoláknak egyetlen dologra lenne szüksége, nem egyre, 2-3-ra biztos, szakmai önállóságra, gazdasági önállóságra, és a tananyagtartalomnak a tananyagtartalmon belüli szabad választásra. Hogyha ez nem történik meg, akkor a következő években sem lesz jobb a magyar oktatási rendszer. A 2017. január 1-jével életbe lépő törvény alapján pedig, amikor az állam mindent besöpör saját maga alá, azt gondolom, hogy sokkal rosszabb lesz. Egy középkorú férfit gázolt el a vonat ma délelőtt a nyírszőlősi vasúti átjáró közelében. A személyvonat fékezett, de megállni már nem tudott. A helyszínre kiérkező mentők már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrség vizsgálja, hogy baleset vagy öngyilkosság történt. Végzős alkalmazott fotográfus diákok alkotásaiból nyílt kiállítása a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A tárlatról hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. Győzelemmel zárta a bajnokságot a Nyíregyháza Spartacus. Mátyus János együttese az NB3 keleti csoportjának utolsó fordulójában hazai pályán 2-1-re verte a 60 csapatát. Nincs meglepetés, a nyíregyházi lányok megnyerték az országos röplabda gyermekbajnokság döntőjét a hétvégén. A Vasast verték a fináléban 3-0-ra. Végzős alkalmazott fotográfus diákok alkotásaiból nyílt kiállítás a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. A most bemutatkozó 6 tanuló a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola diákja. A tárlat az ünnepi könyvhét első állomása. Végzős, alkalmazott fotográfus diákok bemutatkozó kiállítása nyílt a Móricz Zsigmond megyei és városi könyvtárban. Mandula Alexandra, Kis Ágnes, Kújbus Dorina, Berencsi Kitti és Szikora Dorina alkotásait tekinthetik meg a látogatók a 3. emeleti kamarateremben. A megnyitón Tomaszowski Anita könyvtárigazgató kiemelte, az intézmény támogatja a fiatal tehetségeket, a hétfői megnyitó az ünnepi könyvhét első állomása. A diákok a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola tanulói. Ezeket a képeket azért hoztam, mert szívemhez legközelebb a fotográfiába, az épületfotózással. Nagyon szeretek a formákkal játszani, szeretem a fényárnék játékokat és a letisztult formákat, ezért áll a legközelebb a szívemhez. Szeretem az emberekkel való kapcsolatokat is, viszont nehezebben nyilvánulok meg, ezért inkább ezt szeretem a leginkább. Továbbtanulásom szempontjából sajnos nem jött idén össze a dolog, de még fogok próbálkozni jövő évben. Nagyon kevés korlátozott számban lehet felsőoktatásba bekerülni fotográfiába.
A kiállításon Karádi Zsolt egyetemi tanár kiemelte, az elkészült alkotásokon látszik, hogy a készítőknek van esztétikai előképzettségük, és művészeti képzésen tanultak, az évek alatt sokat fejlődtek és egymást is inspirálták. A bemutatóra az elmúlt évek legjobban sikerült képeivel érkeztek a diákok. Úgy gondolom, hogy az ifjúság nagy része magában hordoz egy olyan tehetségfaktort, amelynek a kibontásához, ha megvannak az eszközök, megvan az iskolai háttér, akkor ez mindenképpen kibontakozik. A lányok úgy vélem, hogy művészetiben megkapták azokat az alapokat, amelyek birtokában tehetséges pálya elé néznek, attól függetlenül, vagy függően, hogy ki a fotográfia melyik nyomvonalán óhajt majd ténykedni, de azt hiszem, hogy örülhetünk annak, hogy ilyen ügyes, okos, tehetséges diákjaink vannak. A fotókon többek között árnyjátékokat, portrékat és színházi felvételeket is láthatnak az érdeklődők. A megnyitón az is elhangzott, a képek alapján elmondható, hogy van utánpótlása a nyíregyházi művészeknek. Győzelemmel zárta a bajnokságot a Nyíregyháza Spartakusz. Mátyus János együttese az NB3 keleti csoportjának utolsó fordulójában hazai pályán 2-1-re verte a 60 csapatát. A bajnoki címet már korábban megszerző Spari ősztől a 20 csapatos NB2-ben folytatja. A 60 elleni mérkőzéssel véget ért a Nyíregyháza Spartakusz egyéves harmadosztálybeli számüzetése. A bajnoki címet már korábban bebiztosító házigazda Abdurrahman és Pöröskei góljaival 2-1-re verte ellenfelét, megszerezve szezonbeli 27. sikerét. A győzelmek mellett 2 döntetlen és 3 vereség a Spari mérlege, ami 83 pont megszerzéséhez volt elegendő. Mátyus János együttese 7 ponttal előzte meg a második Ceglédet. A szakvezető szerint a legnehezebb feladatot az jelentette számára, hogy az egész szezon során megfelelően tudja motiválni a játékosokat. Az nem hiszem, hogy különösebb kérdés lehetett, hogy a legjobb játékosok nálunk vannak, mind védelemben, mind középpályán, mind támadósorban a legjobb futballistájunk a Spalinál voltak, de az is tény, hogy mentálisan 32 meccsen kellett nekem ezzel foglalkoznom, hogy minden hétvégi találkozóra úgy készítsen a csapatot, hogy toppon legyünk, ez általában sikerült is, és ezért lehetünk bajnokok. A Spari ősztől a 20 csapatos NB2-ben folytatja. Mivel a másodosztályban szigorítottak a légiós szabályon, Nyíregyházán mind a 7 külföldi játékostól elköszöntek a vezetők. Harsányi Zoltán, Ovsienko Volodimir, Igor Zovcsák, Zorán Kostics, Mohamedou Abdurrahman, Luis Ramos és Szavo Rakovics is másút folytatja majd a pályafutását. A klubnak így jó néhány futballistát kell igazolnia, a kiszemeltekkel már megkezdődtek a tárgyalások. A Nyíregyháza Spartakus Mátyus János irányításával június 22-én kezdi el a felkészülést az új szezonra. Nincs meglepetés, ha a nyíregyházi lányok nyerték az országos röplabda gyermekbajnokság döntőjét a hétvégén. A Vasast verték a fináléban 3-0-ra. A fiúknál a Szolnok diadalmaskodott a Dág ellen. A lányoknál megismétlődött a tavalyi székesfehérvári döntő, akkor is a Nyíregyháza játszott a Vasassal az aranyéremért. Most az első szedben nehezen nyertek a hazaiak, a másodikban viszont könnyen. A házigazdák csapatkapitánya azt mondta, a második szett után elbízták magukat, ezért jött össze nehezen a győzelem. Az első szett az igen szoros volt, nagyon örültük, hogy megnyertük, a második szett az elég könnyedén ment. Hát a harmadik szett is szoros volt, mert szerintem azért, mert elbízhattuk magunkat a második szettben, de sikerült azt is nagy küzdelemmel megnyernünk. A harmadik szett nagyon izgalmas lett. 5 ponttal is elhúzott a Vasas, de a végjátékban 21-20-ra már átvette a vezetést a Nyíregyháza. 24-22-nél azonban rontottak, így kapott egy esélyt a Vasas. A fővárosiak vezettek 25-24-re, amikor megrázta magát a házigazda. A végső pontot a csapatkapitány Szilágyi Csenge ütötte. A Nyíregyháza edzője Moravszki Gyuláné a csapatmunkában látta győzelmük okát, de azért néhány játékosát és a frenetikusan szurkoló szülőket is kiemelte. Mi talán sokkal jobban akartunk, mint ők, és azt gondolom, hogy gratulálnom kell a csapatnak,
hogy minden technikai elemnek megfeleltek ezen a bajnoki döntőn, és minden tiszteletem az övék és a szüleiké, akik ilyen lelkesen végig szurkolták a döntőt és a három napot. A fiúknál a Szolnok és a Dág játszotta a döntőt. Másfél óra játék után 3-1-re a Szolnok nyerte meg a fiú döntőt. Hatalmas szívvel és lélekkel tudtunk küzdeni. Véleményem szerint a Dál két játékosra játszotta végig ezt a tornát, illetve a bajnokságot. Nekem több olyan játékosom volt, amelyik egy-egy pontot határozottan meg tudott csinálni. Úgy gondolom, hogy ez volt az, ami eldöntötte a mérkőzés sorsát. A háromnapos bajnoki döntő végeredménye a fiúknál 6. helyen a Sümeg végzett, 5. lett a Felsőváros, 4. a Dabronc, bronzérmes lett a Kecskemét, 2. a döntőben alul maradt Dág, míg 1. a Szolnok. A lányoknál 6. lett a Békés Csaba, 5. a Kecskemét, 4. pedig a Felsőváros. A bronzérmeket a gödöllői lányok nyakába akasztották, 2. lett a Vasas Óbuda, míg a bajnoki aranyat idén is a Nyíregyháza szerezte meg. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Eddig 36 ezeren érdeklődtek a csok iránt, az igénylők 1/4 három vagy több gyermeket nevel, vagy szeretne nevelni. Erről a család és népesedés politikáért felelős helyettes államtitkár beszélt egy nyíregyházi fórumon. Fűrész Tünde kiemelte, a csok mellett a családtámogatási rendszer, adókedvezmények is arra ösztönözhetik az embereket, hogy vállaljanak gyermeket. Uzsorásokat buktattak le hétfőn Baktalórendházán. A gyanú szerint két férfi és egy nő 80%-os kamatra adott kölcsönt a településen nehéz sorban élőknek. Aki nem tudott fizetni, azt veréssel fenyegették. Az ilyen bűncselekményeket nehéz felderíteni, mert a sértettek nem mernek feljelentést tenni, vagy ha már megtették, félelemből később visszavonják. Az építőiparban felmerülő elszámolási viták rendezésében nyújt segítséget a teljesítés igazolási szakértői szerv. Célja, hogy csökkenjenek az építőipari körbetartozások, hangzott el a szervezetet bemutató nyíregyházi tájékoztatón. Egy-egy szakértői eljárást a megrendelő, a tervező, a kivitelező, vagy akár az alvállalkozó is kérvényezhet, és valamennyi 60 napon belül le is zárul. A Kölcsei Televízió iradóját látták június 7-én kedden. Friss hírekkel természetesen szerda este is várjuk majd Önöket. Műsorainkat és további híreinket megtekinthetik honlapunkon is. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a frontok egyenlőre elkerülik térségünket, alapvetően anticiklon alakítja az időjárást. Éjjel többnyire gyengén felhős idő várható, csapadék nem lesz. Az északkeleti szél időnként megélénkül, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5-10 fok között alakul. Reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a kevés fátyol és gomoly felhő mellett sok napsütés várható, csapadék nem lesz. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 fok körül alakul. Fronthatás nincsen térségünkben. A kezdeti, túlnyomóan derült napos időt követően csütörtök délután nyugat felől egy hideg front éri el térségünket. Eleinte északon, majd pénteken másutt záporok, zivatarok alakulnak ki. A hétvégén és a jövő héten is változékony, gyakran felhős időjárásra van kilátás. Több felé és több alkalommal is lehetnek záporok, zivatarok, mérsékelten meleg idő várható. Medárd napja közismert időjárás jósló nap. Ha medárd napján esik az eső, akkor 40 napig esni fog, ellenkező esetben pedig ennyi ideig szárazság lesz.